ezután ő meghozza a saját döntéseit. Én soha nem mondtam neki, hogy mit csináljon. Olyasmi előfordult, hogy mondtam olyan dolgokat, aminek következtében még egyszer átgondolt valamit, és másképp csinálta, de nem mondom soha, hogy mit tegyen. Soha? Soha nem mondta. Mm-mm. Lenyűgöz engem, hogy 4 gyermeket nevelt, és emellett ilyen aktív életet élt. Ritka az ilyen nő. Furcsán hangozhat, de ha férfi lenne, szóval ha férfi lett volna, akkor hova jutott volna? Talán az elnökségig? Egy kicsit így is az voltam. A gyerekeink is mindig részt vettek abban, amit mi csináltunk. Nem úgy volt, hogy én otthon maradtam gyereket nevelni, amit talán tennem kellett volna. Nem bevittem őket az irodába magammal, és ők ott segítettek nekem. Együtt dolgoztunk, és amikor otthon voltunk, akkor is együtt dolgoztunk. Emlékszem, amikor kicsik voltak a fiaim, minden reggel szétdobálták a szennyes ruháikat a hallban. De aztán együtt összeszedtük őket, beleraktuk a mosógépbe, és együtt mentünk el otthonról, ők az iskolába, én pedig dolgozni. Délután pedig mindannyian együtt dolgoztunk. Tulajdonképpen ön ugyanannyira elnök volt, mint Jimmy, ha jól értem a szavait. Igen, a kampányolt, mi mindnyájan kampányoltunk. Mi mindnyájan utaztunk keresztül kasul az országban. Mi mindig együtt. Mi szoros családi életet éltünk. Ha egyetlen egy dolgot kellene megtanítani a világnak, tudom, nagyon nehéz kérdés. Mi lenne az? Ön sikeres lett, sok nehézségen ment keresztül az életében. Mit adna át az nek? Azt hiszem, a legfontosabb dolog, hogy értékeljük az életet, és tudjuk azt, hogy fontosak vagyunk a világban, és Isten törődik velünk. És teljesen mindegy, hogy milyen nehézséget hoz az élet. Ha van hitünk, túljutunk rajta. Tehát ez segítette önt az életben. Mindig volt hite. Jimmy Carter, az Egyesült Államok volt elnök, a 39. elnök, aki természetesen amerikai, férj, 4 gyermek apja, keresztény, atomfizikus, aki dolgozott az atomtenger alatt járó programon, saját kezű házépítő a rászorultaknak, költő és Bob Dylan költészetének imádója. A legtöbb elnök, aki elköszön a hivatalától, utána legfeljebb a memoáriait írja. Ezzel szemben ön több vasat is a tűzben tart. Igen, mi aktívak maradtunk. Mellett, hogy házakat építünk a Habitattal, főként az atlantai Carter központban dolgozunk, ahonnan a világ összes konfliktusát figyeljük, és tárgyalásokat kezdeményezünk a béke érdekében. Elmegyünk az érintett országokba, és segítjük a tiszta és becsületes választásokat ott, ahol a demokrácia első lépéseit teszi. Vannak fontos egészségügyi programjaink, mezőgazdasági programjaink, elsősorban Afrikában. Ez a mi fő tevékenység. És emellett szeretünk konkrétan építeni. Tudja, még álmomban sem gondoltam volna, hogy Magyarország egyik kisvárosában beszélgetni önnel, ahol is a saját kezével épít éppen házakat. Említette a Carter központot. Mikor ültetődött el a Carter központ magja? Olvastam egy nyilatkozatában, hogy az elnöksége után arra gondolt, hogy egy olyan helyet hoz létre, ahol konfliktusokat lehet feloldani. Pontosan. És azt is mondta, hogy ha egy ilyen hely létezett volna a világon, akkor önnek nem kellett volna Camp David-i találkozót Sadattal és Beginnel Camp David-t tartani. Így van. Sok mindent tanultam a konfliktus feloldásról, a tárgyalási technikákról, a közvetítői béketeremtés szerepről, Camp David és más fehérházi kihívásaink kapcsán. Most a Carter központban minden nap figyeljük a világ összes konfliktusát.
Több mint 100 konfliktus van. Úgy érti minden nap? Igen, most igen. És ezekből 70 háború tör ki minden évben. És mi ezeket végig nyomon követjük. Nagyon sokszor előfordul, hogy a kormányok vagy az ENSZ nem mehet oda a háborús országba, mert nem egyeztethető össze egy ENSZ tisztnek például forradalmárokkal kommunikálni. A kormány pedig az ENSZ része. Ezzel szemben a Carter központ és én oda megyünk a helyszínre, és ott próbálunk közvetíteni a béke érdekében. El tudná nekem mondani az ön béketeremtő titkait? Önnek nagy tapasztalata kell, hogy legyen, hisz az elnöksége alatt volt Camp David, ahol évtizedek háborúit fejezték be Egyiptom és Izrael között. Ön normalizálta az amerikai kapcsolatokat Kínával, ön adta vissza a csatorna kontrollját Panamának, és ön írt alá a SALT II-t a Szovjetunióval. Szóval sok ilyen tapasztalata volt. Hát először is ahhoz, hogy sikeres közvetítő legyen, mindkét fél bizalmát meg kell nyernie. Mindkét félét, akik háborúznak, vagy háborúzni akarnak egymással. Hogy megbízzanak bennem. Aztán pedig elő kell vezetni az igazságot. Majd megpróbálom meggyőzni őket, hogy a végeredménnyel mindketten nyerni fognak. Ha az egyik oldal nyer és a másik oldal veszít, akkor a béke nem lehet tartós. Ez ilyen egyszerű? Nem, ez nagyon bonyolult. Minden vita különböző. Néha a területért folyik a harc, máskor a politikai hatalomért, olykor etnikai különbségek feszítik a faji jellegét. Szóval el kell mennünk az országokba és megérteni az ottani adott különleges helyzetet. És erre a megértésre alapozva meg kell nyerni mindkét vezető bizalmát, és akkor lehetséges, hogy engedik nekünk, hogy közvetítsünk közöttük, és találjunk megoldást. Tudja, miközben hallgattam önt és a Carter központ filozófiáját, az jutott az eszembe, hogy önöknek könnyebb Amerikából békeharcosnak lenni, egy amely mondhatom a világ legerősebb hatalma. Nem szenvedték meg a második világháborút. Nem volt Auschwitzuk sem. Nem voltak annyiszor megtámadva. Szóval egy biztonságos helyről békét hirdetni könnyen. Mivel az Egyesült Államok elnöke voltam, ez nyilvánvalóan olyan tekintét, hírnevet és befolyást ad nekem, hogy elmehessek ezekre a helyekre. Ezzel együtt mi is szenvedtünk néhány háborútól. Amikor is elküldtük a katonáinkat Európába az első és második világháború folyamán, vagy amikor Vietnámba és Koreába küldtük őket. Tehát tudjuk, mi az, hogy háború, és én délről származom, ahol polgárháború volt a fehérek és feketék között, ami borzalmas volt. Tehát az amerikaiak ismerik a háborút. De mi próbálunk békét vinni más országoknak is, és szeretnénk megőrizni a demokráciát és a szabadságot. Lezserségével ön teljesen új stílust vezetett be a politikába. Én szeretem nézni. Igen, most itt Magyarországon is, de ön volt az első elnök, aki a beceneven szólítatta magát. Jimmy Carter. Ön tulajdonképpen James Carter. Vagy amint sétált a Kapitóliumból a Fehérházba, amikor is elnökké iktatták be. Ez szintén meglepő, szokatlan dolog volt. Hogy jutottak ezek az eszébe? Tudatos volt például, hogy Jimmynek szólítatta magát? Az emberek mindig Jimmynek hívták. Gyerekkorom óta. Soha senki nem szólított Jamesnek. Bár az én hivatalos nevem ifjabb James Earl Carter. Apám neve volt James Earl. Őt Earlnek hívták az emberek, engem pedig Jimmynek egész életemben. Szóval nem láttam semmi okot arra, hogy megváltoztassam a nevem csak azért, mert elnök lettem. Ó, én azt gondoltam, hogy ez tudatos módszer volt. Laza emberközeliség a kommunikációban. Igen, lazának és barátságosnak kell lenni, és meg kell érteni a konfliktusban álló embereket. Mi az ő motivációja, mi mozgatja őket a háttérben, mik az ambícióik, mik a félelmeik. Csak akkor lehet közös pontot és megegyezést elérni, ha találni tudsz egy megegyezési alapot a másik féllel, ha megérted őket. Szerintem a közvetítés informális természete nagyon fontos és a leghatékonyabb. Tudja, az én műsoromnak általában az az alapvonulata, hogy 50 dolog, amit megtehetsz, amikor nincs mit tenni. Azaz, hogyan oldhatjuk meg életünk
egész helyzeteit.